Köszönöm a szót, tisztelt bizottság, tisztelt biztos helyettes jelölt úr. Én is köszönöm a munkáját. Egy dolgot azonban egy kicsit hiányolok a területéről, hiszen a gyermekekről örülök, hogy szó esett, de a magzat gyermekekről nem. Márpedig a jövő nemzedékek közül az első, a még meg nem született gyermekek. A már köztünk lévő gyermekek, mint fiatal nemzedék már itt van közöttünk, viszont a jövő nemzedékek közül az első, tehát a magzat gyermekek, és az ő érdekeik közül az első a létükhöz való joguk, az élethez való joguk, amely sajnos nem egyértelmű, hiszen sajnos valótlanság az az alaptörvényünkben, hogy a magzat életét fogantatásától kezdve védelem illeti meg. Most a szívhangrendelet nyomán már egy kis ellépés megtörtént, de azt gondolom, hogy ez még korán sem elég. Már nem szigorításról, pusztán tájékoztatásról van szó, hogy legalább az utolsó szó jogán életükben egyszer kommunikálni tudhassanak az édesanyjukkal, de azt gondolom, hogy egy ombudsmannak is lenne feladata úgymond kihangosítani akár a szívük hangját, az élethez való jogukat. Már csak azért is, mert az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzatok ellen irányul, pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá. Én azért azt gondolom, hogy nekik különösen fontos, ha már megszólalni nem tudnak, hogy helyettük adott esetben egy országgyűlési biztos emeljen szót. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, egy pici kritikát hadd fogalmazzak meg a kormányzattal kapcsolatban, hiszen Orbán Viktor állítólag ugye a kormányzatból kiebrudalt Illés Zoltánnak ugye azt mondta, hogy a környezetvédelem baloldali issue, a gazdag országok ügye akadályozza a gazdasági fejlődést, ilyenre mi nem költhetünk. Hát egyrészt kíváncsi vagyok az ezzel kapcsolatos álláspontjára, ha igaz ez a legenda, hanem hogy ezt mondta Orbán Viktor. De én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy szakítsunk azzal a nyugati hazugsággal, hogy a környezetvédelem balliberális privilégium. Én azt vallom, hogy a zöld gondolat és a markáns nemzeti politika feltétele egymásnak. Tehát valóban létharmonikus, hiteles környezetvédő programmal csak az állhat elő, aki szereti, becsüli és tiszteli azt a földet, ahol él, annak múltját, kultúráját és társadalmát, vagyis aki nemzeti gondolkozású, tehát nacionalista. Tehát azt gondolom, hogy igenis szükség van társadalmi szemléletformálása, felelős hulladékgazdálkodása és még sok mindenre, hogyha valóban törődünk a jövő generációjával. Köszönöm szépen. Köszönjük, felhívom képviselőtársam figyelmét arra, hogy mi a teremtett világ védelmére költünk, tehát ez a definíció szerepel. További felszólalni jelentkezőt nem látok, így megkérem jelölt urat, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre, észrevételekre. Tessék parancsolni, öné a szó. A Novák előtt képviselő úrnak köszönöm a kérdését, de egy picit azt a szintén a teremben helyet foglaló Kozmákos biztos úr felé adresszálnám, hiszen, mint mondtam, mi a gyermekvédelemmel és a gyermekjogokkal és a magzati élet kérdésével nem annyira foglalkozunk közvetlenül, hiszen ez nem tartozik bele abba a bizonyos zöld, amit nem mondtam, kicsit idézőjelben zöld gondolatkörében, noha teljes mértékben fontosnak tartom, tehát elnézést, hogy nem azt jelenti, hogy én ezt nem tartom kiemelkedően fontosnak, és a magzat életvédelmét ugye, ahogy itt elhangzott, gyakorló katolikusként meg természetesen kiemelkedően fontosnak tekintem, de ezekről nem azt mondom, hogy hatáskör, nem az mi illetékesség, nem az én illetékesség, vagy jövendő illetékesség területemhez tartozik, tehát ez miközben nagyon sok igazságot kell, hogy lássak az ön megjegyzésében. Hogy baloldali ügye a környezetvédelem, hogy az elhangzott, én megmondom őszintén, nem szoktam azzal foglalkozni, hogy ki mit mond, és mit mond esetleg a hírek, mit mondanak erről. Tehát én nem tudom pontosan, hogy Orbán Viktor mit mondott Illés Zoltánnak e tekintetben. Az biztos, hogy, és itt köszönöm elnök úr megjegyzését, mert pont ezt akartam én is mondani, hogy amit mi folytatunk, az valóban a teremtett világ védelme, és én mindig azt mondom, hogy teremtésvédelem a hallgatóimnak, és azt mondom, hogy
Ha valaki azt mondja, hogy ő nem vallásos, és neki ez nem mond semmit, a tartalma akkor is kell, hogy mondjon valamit. Tehát a teremtett világvédelem nem azt jelenti, hogy én nekem istenhívőnek kell lenni, hanem hogy akkor van egy világ, ami rajtam kívül van, vagy teremtett, vagy létrejött, kinek hogy egyéni szíve joga, hogy eldöntse, azt annak a védelmét kell szolgálni. Tehát én azt hiszem, hogy ez minden, hogy is mondjam, a minden erre valamit adó kormányzatnak szívügye kell legyen, tehát messze nem lehet igaz az, hogy ez valami balliberális gondolat, és én nem is hiszem, hogy ezt bárki így is fogná föl.